Start. Ebben a pillanatban elindult a Szerencsejáték ZRT 108. Magyar Ügető Derbi mezőnye. Cash Game egy kicsit nehézkesen tudott elindulni, ami viszont az elejét illeti. Charming Boy nagyon jól el tudott jönni a startot, követően átvette a vezetést, mellé pedig Chip 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 érkezik, aztán pedig Csak a Szélt láthatjuk, aki kihasználja kedvező start helyét. Csillagfényer, illetőleg Komo Tiago is nagyon jól pozícionálják magukat. Ott egészen kívülről harmadik spurból pedig megindulni látszik Szelerin a boss, és csatlakozást talál a fejbe, úgyhogy beérkezik ő is az élmezőnybe. Akkor, amikor az istálló egyenesben járunk, Charming Boy, a nagy favorit, átvette a vezetést, de üldözésére indul szépen lassan Szelerin a boss, és talán megpróbálja majd mellé vezérelni őt Veljko Mázsics, aztán pedig Chip Chip Chipet láthatjuk, és Csillagfény erre, aki nagyon jól el tudott jönni még a startot követően. Akkor, amikor közelítenek a második kanyarba, elő nincs semmi változás. 1600 méter van még hátra a 108. Magyar Ügető Derbiből. Cash Game galopozott még egyszer, hogy Cash Game kiesik a versenyből. A többiek viszont teljesen együtt, 20 méteren belül együtt az egész mezőn. Charming Boy vezet mellette, Celerin a boss, mögöttük Chip Chip Chip, Csillagfényer, Csak a Szél, aztán ott van Casino Royale, Komo Tiago, Cseh Commandante, belül Catanier, aztán pedig Chicky Brown és Csábító Air az utolsó pár, de tovább is abszolút lőtávolon belül van mindenki. Utazik a mezőny akkor, amikor bő egy kör van még hátra az idei Ügető Derbiből, és a starttól kezdve dominál Charming Boy, a futam egyik esélyese. Charming Boynak van fél hossz előnye Celerin a bosszal szemben, nincs változás mögöttük sem, nagyon-nagyon közel van Chip Chip Chip, mellette pedig Csillagfény elhelyezkedik jól. Érezhetően egy nagyon komoly taktikai versenyt hoz ez a derbi. Egy ló esett ki, őt már diszkvalifikálták, Cash Game-ről van szó. Élen továbbra is Charming Boy, mellette pedig Celerin a boss színei látszanak. De hát nagyon-nagyon torlódik a mezőny, ott van Csillagfényer, illetőleg Casino Royale is külső spuron támadó pozícióban, míg a belső lovak közül Csak a Szélt kell kiemelni, aki ott a negyedik, ötödik pozícióban versenyezi. Jelen pillanatban gyorsítani látszik egyébként a vezető ló Charming Boy, de ezt le tudják a többiek is reagálni. Ott van Celerin a boss hozzá nagyon-nagyon közel, és őrzi a falat Chip 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 is, aki meglepetésre helyezkedik ennyire jól, aztán Csillagfény R kívülről a következő ügetőnk. Várjuk Catania R-t, hogy esetleg meg tud indulni. Közelítünk az utolsó kanyarra, és még mindig Charming Boy vezet, a kimagasló szansz. Ja, most már az utolsó 500 méteres, néhányan megpróbálnak egészen kívülről elindulni, de bizony Charming Boy-jal is gyorsít lakatosabb. Charming Boy megpróbál elé a többiektől, mögötte Chip Chip Chip, egyelőre óriási meglepetés, ott van a második helyen, Cerel Boss megy visszafelé, Csak a Szép pedig most kap majd utat, de utol lehet-e érni Charming Boyt, utol lehet, mert elugorja magát, Charming Boy galoppozik, élen Chip Chip Chip, jön azonban Csak a Szél, mögötte Csillagfény jel, egyelőre Casino Royale is jól tartja magát, Csak a Szél fazak a Simrivel, most már az élen, micsoda meglepetés, Chip 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 ott van mögötte a második pozícióban, kívülről Catanier zárkozik, Csak a Szélt azonban nem lehet megverni, Csak a Szél fazakassal, Csak a Szél megnyeri a derbit. Chip 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 a második óriási meglepetése, harmadik lesz Catanier, Komo Tiago és Csillagfényer még a pénzes helyeken. Start. Start elindult a nap, hatodik futam, a nap első kiemeltje, Connolly's Red Mills Group, Eszterházi Miklós Móricz emlékverseny. Dame of Mine-nak volt a komoly problémája start előtt, úgyhogy gyakorlatilag kiszáll a versenyből. Nagyon jól indul viszont Denver Broncos, illetve Diana Gull, ők ketten hozzák a lovakat majd az első egyenese. Mögöttük bent a falon Diana Krall, E.T. színei tűnnek föl, Disney Red, ugye a Dolomite Boy a top favorit, a 9-es start helyről indult, egyelőre még ott a középmezőben kicsit bezárva, de hiba nélkül a mezőny, hát Dame of Mine leszámítva természetesen. Denver Broncos diktálja a tempót, előnye pedig nagyjából két hosszasra hízik Diana Gullal szemben, akivel Tencár Tamás beül most már a falra, egyel mögötte Diana Kraláté, egyel hátrébb pedig bent a falon Dolomite Boy, kívülről zárkózóban Disney Red, zárkózóban Dinamo óriási lendülettel, harmadik spurban pedig Dumbledore igyekszik kapaszkodni. Nagyon együtt vannak amíg versenyben lévő ügetők, ugye látható pont itt a tribün egyenesben, hogy Dame of Mine teljesen kiesik a versenyből, ami azért illeti Denver Broncos vezetni tud, ő talán Disney in the Red próbálja meg majd pozícionálni, illetőleg nyomni előrefele, Diana Gull pedig mindeközben bent a falon, és egyre jobb helyzetben van Dinamo is, a falat tudja őrizni Diana Krall, AT, illetőleg kívülről Dumbledore az, aki megindulhat akár ott a harmadik spúrban is, szépen jobban előrefele menve Dolomite Boy egyelőre még a mezőny második felében, aki vezet az Denver Broncos, Denver Broncoshoz legközelebb teljesen tisztán Disney in Red, illetőleg megindul bizony
bizony Dumbledore, aki ott az istálló egyenesben ragyogó, egyenes, nagyon-nagyon nagy tempót tudott diktálni, és föltűnik Diana Göll is, őt is nagyon jól pozícionálja a hajtója. Akkor, amikor érkeznek az utolsó kanyarra, még mindig Denver Broncos vezet, előnye viszonylag tisztességes. Én az utolsó 400 és egyre óriási bajban a favorit Dolomit Boy, még mindig bezárva egészen a mezőny végére kellett visszaverni a Lakatos Csabának, és kérdés, hogy ennek egyáltalán el lehet-e valamikor indulni. Az istállatás viszont az élen, Denver Broncos vezet Csordás Emillel, folyamatosan támadja Disney Red, mögöttük Diana Gull, középen Dinamót indítja el Thorsten Tietz. Én az utolsó 200, most próbál egy kicsit megszökni Denver Broncos, egyelőre ez a szökési kísérlet ígéretesnek tűnik, Dinamó lehet majd az ellenfél az utolsó 100 méteren, egy picit bizonytalan Denver Broncos, Dinamó pedig nagyon-nagyon támad, Denver Broncos hibázik, Dinamó nyeri a futamot Tietzel, Dinamó, Diana Gull lesz majd a második, Danny DeVito talán a harmadik, a végén ketten is galoppoznak, szoros negyedik lesz majd Diana Kraláté, Dolomit Boy pedig nem tudott kibontakozni, úgyhogy csak a középmezőnyben. És szart elindult a Csikó verseny, és abszolút vegyes tartot tudott venni a csapat, volt, aki egy kicsit jobban volt, aki sokkal gyengében indult a többiekhez képest, utóbbi Mora Mona, akit már most lovagolni kell. Százados úr nagyon-nagyon erős, és Krisztánál, tehát a versenyt már nyerő két évesek, de egyelőre meglátó a legrutinosabb lova a mezőnek, szintén ott van a frontban, mind a két eddigi Csikó versenyben ott volt már, és egyelőtt bent a falon talán fejfejtőn Krisztánál, kívülről Roden is jól zárkózik, százados úr pedig a nagyon közeli harmadik, negyedik helyen látható, akkor, amikor verseny első felén lassaskán most már túl lesz a mezőny, Mora Mona zárja továbbra is a sort. Féltávhoz érünk, és meglátó egyelőre Suták csengével vezet mellette Krisztánát. Meglátó Krisztánát, százados úrt elkezdi lovagolni Stanislav Georgiev, ott van most már az eddig két vezetőló között, és megpróbál elindítani a hajráját. Az utolsó 250-en belül Krisztánát vezet, jön azonban százados úr, Krisztánát és százados úr, jön a két favorit, meglátó most a harmadik, százados úr óriási hajrát nyit 50 méter, amelyik hátra van, Krisztánát vagy százados úr van belül. Százados úr megnyeri az idei Patai Sándor emlékversenyt. Krisztánál a második, meglátó a harmadik, a végén Mora Mona szépen zárkózva feljön a negyedik helyre, a Roden pedig visszacsúszik ötödiknek. És start, elindult a nap, harmadik futam, ez Orbikó Flandorfer Tamás emlékverseny, jól indult szinte az egész mezőnyöt belül, Mágnás Miskát látom jó pozícióban, mellette Marlon is remekül kezdett, Airburster egyetemben középen, Diablo STS Csincsin is jól tartja magát, és itt a pálya külső oldalán két narancssárga dresszes és lovas is feltűnik, Bátorőről, illetve El Prados Joyról van szó. Akkor, amikor túl van most már a mezőny az első 400 méteren, Marlon talán vezet, Airburster, illetve Mágnás Miskával egyetemben, egyelőre itt a külső lovak is jól tartják magukat, talán egy picit El Prados Joy előrébb van, mint Bátori. Akkor, amikor féltávhoz ér most már a mezőny, a Blazing Comet színe is feltűnnek egyértelműen a frontban, ott egészen közel kell keresni a futam egyik favoritját. Olyannyira jó jön, hogy talán át is veheti lassaskán a vezetést a 400-as táblán belül. Mágnás Miska, Marlon és Blazing Comet az élen itt a külső barrierre, pedig El Prados Joy is óriásit fut. V-Hope egyelőre csak ott a negyedik, ötödik pozícióban. El Prados Joy itt hozzánk legközelebb belül, pedig Mágnás Miska vagy El Prados Joy. Mágnás Miska belül, kívül El Prados Joy, egyelőre Blazing Comet a harmadik, Mágnás Miska középen, kívül pedig El Prados Joy, de Mágnás Miska hazaér a nemzeti díj után, az öreg sprinterek között is nyer. Mágnás Miska megveri El Prados Joyt. És start, elindult a Highland Golf Club Vatinius Handicap, tehát 2000 méteren valamilyen több, mint egy kört tesznek majd meg a lovak. Sir Sheldon a szürke, elmegy vezetni és diktálja egyelőre a tempót. Sir Sheldon mögött Easy Cash színei látszanak belül, mellük most már Gato Pardo is fel fog majd zárkózni, és Berg Spitze színe is most már ott vannak a frontban. Kimondotta jó az a tempó, amit Sir Sheldon diktál, az első három nagyon-nagyon nyomja ott az iramot, és ennek köszönhetően a mezőny végén Burak Prince egyelőre elég nehezen tud csak csatlakozást találni. Sir Sheldon előnye a kanyar végén legalább 3-4 hoz a két üldözővel, Gato Pardoval, illetve Berg Spitzével szemben, és lassacskára a többiek most már látótávolságon kívülre kerülnek, legalább 15 hossz előnye van a vezető triónak. Óriási kérdés, hogy lehet ezt végigbírni, ezt a komoly iramot, mert hogy erőn felül mennek ott az élen galoppozók, folyamatosan nő az előnyük a többiekkel szemben. Sir Sheldonnak van 3-4 hossz forja, mögött a Gato Pardo és Berg Spitze, és nem férnek egyelőre képre sem a többiek, de úgy talán most már az egyenes vége felé közelít a
a mezőny, szép lassan megkezdik a hátrány faragását, Easy Cash Brian, illetve Fleeting Vision vezeti, egyébként ez az üldöző volt, Cosima próbálkozik, Görletwork tempó, a sor végére pedig Rayman esik vissza, ahogy megérkeznek a kanyarhoz, hirtelen egyben teljesen elfogy a vezetőlovak előnye, Sir Sheldon, Gato Pardo, illetve Bergspitze, utolérik őket a többiek, és könnyen lehet, hogy mindenkit majd le is fognak majd hagyni, bent a barrier mellett Cosima is ott van egészen közel, és lesz majd útja, úgy tűnik Cosimának, aki így átveheti a vezetés, Fleeting Vision is megérkezik kívülről. Cosima most már vezet, teljesen átrendeződik az élmező sorrendje, akkor, amikor 400 méter van még hátra az idei Vatinius handicapből. Cosima egyelőre az élen 3-4-5 hosszal, most már mögötte Fleeting Vision, Burak Prince színe is feltűnek a háttérből, megnyitja az óriási hajráját, tempó próbálkozik, Rainben próbálkozik. A legerősebb ellenfél talán majd Fleeting Vision lehet, de Cosima egyelőre még vezet, 200 méter van hátra, 3-4-5 hossz Cosima előnye, Fleeting Visionnel szemben Brian is elindul, Burak Prince is elindul, Rémer is elindul, Cosimát azonban ütődik, hogy nem lehet megvenni Nagy Tamással, a tavalyi derbi győztes lovassal, Cosima megnyeri a Vatinius handicapet méghozzá könnyedén, Cosima a győztes, Burak Prince a második, Brian a harmadik, aztán érkeznek a többiek, Fleeting Vision és Görletwork. Ebben a pillanatban elindult a magányos díj mezőnye, egy kicsit nehezen kapott lábra Prairie Lady, illetőleg Felicita Girl, aki viszont elmegy vezetni, az Sumatra vezet, illetőleg mellette ott van fogott tempóban Señorita Rapido, és ő lesz a vezető lovunk. Nagyon-nagyon lassan halad egyébként a mezőny, akkor, amikor érkeznek a kanyarba, itt kívül Daria a favorit is jól pozícionálja magát, előtte ott van Alcanza, Señorita Rapido viszont vezetni tud, Sumatra, illetőleg Alcanza követi tehát őket, aztán pedig Dariát láthatjuk kívül provokatív a mezőny közepén haladva, Prairie Lady most már azért lábra tudott kapni, ugyanez elmondható stamináról is. A mezőny végén egyelőre Felicita Girl színeit láthatjuk. Señorita Rapido pedig elmegy vezetni rendkívül fogott tempóban, mögötte pedig Alcanza, illetőleg Sumatra, majd pedig Daria. Sorrend tehát nem változott az elmúlt néhány száz méteren, talán most már egy picikét gyorsítani látszik a vezető ló, tehát a többiek ezt bőven le tudják reagálni, támadás nem kap, mögötte ott van Alcanza, bent a falon pedig Sumatra, aztán Daria, majd pedig esti szél tűnik föl, provokatív is, abszolút a mező közepén galopozik akkor, amikor közelítenek az újabb kanyarhoz, és gyakorlatilag semmi változás nem történt a start óta, kialakult egy sorrend, és azt láthatjuk, hogy Señorita Rapido vezet, mögötte pedig Alcanza. Nagyjából 1000 méter van még hátra az idei magányos díjból, a legjobb 3-es kancák versenyéből gyorsul a tempó, vezet még mindig Señorita Rapido, mellette pedig Alcanza, Señorita Rapido, Alcanza, Daria fejlődik felfelé, jön a szuper favorit, ott most már a harmadik hely környékén Sumatrával fejfejt, aztán pedig esti szél színei még ott az ötödik helyen látszanak provokatívat, egy kicsit kell lovagolni, Prairie Lady érkezik mögötte, aztán Samira színei, mezőny végéről kellene majd elindulnia Princess Eminnek, érte Felicita Girlnek, a finisre fordulva még mindig belül Señorita Rapido van az élen Alcanzával egyetemben, de Dariát még nem indította el Stanislav Georgiev, csak most az utolsó 300 méteren begyújtja a rakétákat Daria, és innentől kezdve nem lehet ellenfele, Daria az élen mögötte Señorita Rapido próbál visszatámadni, Sumatra óriási meglepetése küzd Alcanzával a harmadik helyért, Daria előnye nagyjából 3-hoz, Daria nyeri a magányos díjat 2022-ben a Kincsemparban, Señorita Rapido a második, Alcanza megszerezheti majd a bronzérmet, Sumatra van vele célfotóban. És start elindult át az idei Jeleneseszter emlékverseny, a Horze Fejentri női amatőr futam itt a derbi napon. Jól indult tulajdonképpen az egész társaság, középen Amaranta, Remekülke, Sorrento éles virággal is ott van a frontban, Rán Ripley forward és Azzur is nagyon-nagyon jól indult, Edmiréből Louvre is próbál hozzájuk kapaszkodni. Gyorsan elröppent az első 300 méter, és egyelőre, mint hogyha Sorrento egy kicsit előrébb lenne a többiekhez képest. Sorrento mellette Rán Ripley forward és Azzurro hármasa járnak az élen, Amaranta Admiréből Louvron mögöttük közvetlenül, belül Botaniszt is kitűnően tartja magát, nagyon-nagyon szépen zárkózik, illetve Nightingale-t is ott látom az élmezőny mögött, neki sem jelentős még a hátránya, teljesen nyílt egyelőre a verseny. Edmiréből Louv most már váltja ott a frontban azt a Sorrentót, aki elindul visszafelé, Rán Ripley forward egyelőre, nagyon-nagyon jó verseny fut, de mellette Camilla Orlandival Azzur is bejelentkezik a győzelemért. Edmiréből Louv azzal a Hanna Jurankovával, aki győzni szokott járni ide a Kincsem Parkba, lehet, hogy most is nyerni tud, az egyik favorit, Edmiréből Louv elő van, jön mögé most már Brownie a második helyre, Edmiréből Louv
és Bájni. Nightingale is elindul egészen kívülről. Brownie támad, Admirable Louvre védekezik, jön azonban Brownie. Brownie megnyeri a futamot, Admirable Louvre a második, Nightingale a harmadik. Start 1600 méterén indul el a derbi napi Equan Products Handicap szintetikus pályán. Remekül kezdtek ketten Brateneum, illetve Salvador Dali párosa az, aki magára vállalja a vezetést, és egyelőre diktálják a tempót. Mögöttük a favorizált Tábornagy, akit láttunk két klasszikus versenyben is idén tavasszal, tiltott gyümölcs, jelenleg a negyedik a régálátott Voyager zárkózik kívülről. Bramasra mögött pedig a két istállótás Cry of Joy és Trip John deszerizi egyelőre a mezőny végén a tempóval. Nincsen probléma, nagyon-nagyon jó irányt mennek élen most már hárman. Belül Brateneum, mellettük Salvador Dali, mögöttük pedig meghúzódik a favorit Tábor Nagy, akit ezúttal Nagy Tamás lovagol. Elhagyta a mezőny most már az ezres táblát, Bramasra jön fel a negyedik pozícióba, kívülről pedig Cry of Joy is megkezdi most már az árkózást. A sor végén úgy tűnik, hogy Trip John deszerizit kell erőteljesen lovagolni, és egyre jobban kezd kiszakadni cselovasával, Peter Foréval. Jön most már az utolsó harmada a versenynek, Brateneum belül még mindig vezet, Salvador Dali tűnik, hogy kifárad mellőle. Jön azonban a favorit, jön 9-essel Tábornagy. Brateneum, Tábornagy, és most már Cry of Joy, ott van a harmadik helyen Salvador Dali és Bramasra tiltott gyümölcs Voyager, illetve Trip John deszerizi a sor végén. Brateneum az élen ördög alennel, Brateneum előnye 2-3-hoz Tábornaggyal szemben, Bramasra indul a háttérből, és Cry of Joy is megindítja a finisét az utolsó 300 kezdetén. Lépésről lépésre jön most már Cry of Joy. Belül Tábornagy és Bramasra, Brateneum azonban még vezet, sodódik kifelé. Brateneum jön vissza Tábornagy, jön Cry of Joy, jön Bramasra, négyes szinte teljesen együtt. Brateneum vagy Tábornagy, Tábornagy vagy Brateneum vagy Bramasra, Tábornagy most már elő van, Tábornagy vagy Brateneum, Tábornagy vagy Brateneum, Tábornagy a nyerő! Tábornagy, Brateneum, Bramasra, Cry of Joy. És start elindult a 2022-es derbi fesztiválon az Agrárminisztérium díja, Bacaner díj 1600 méteres, tán Occasio Cortez, mint mindig, most is nagyon gyors az elején, és elmegy vezetni Tomás Lukásekkel. Mögötte, mellette ott látom a Levendulát nagyon közel, és a többiek is azért igyekeznek egyre inkább tapadni az élmezőny mögé, merre jár egyelőre Egisholz, nem kezdett különösebben erősen, összességben legalább a 8-10-hoz lehet a hátránya a többiekkel szemben. Impossible Star, illetve Simply the Best az, aki ott vezeti az üldöző bolyt, tehát Occasio Cortez még mindig dominál, diktálja a tempót. Első és utolsó között legalább 10-12 osz a különbség, amikor az élmezőny már eléri a kanyart. Occasio Cortez mögött Levendula, mellettük pedig most már Simply the Best, jön feljebb egyre inkább Light Blue Sky, Impossible Star mögött Egis Solyszín, és látszanak Next Page is megkezdi az árkózást, a sort Elza, illetve Archimedes páros az árja. A kanyar közepén sincs változás, Occasio Cortez narancsárga dresszben Tomás Lukásekkel még vezet, mögött azonban egyre inkább közelítenek a többiek, elsősorban talán Levendula, illetve könnyen kézből csak sétáló Simply the Best. Egis Choice nagyon-nagyon erősen lovogolja Georgiev, csak ott az 5.-6. hely környékén a favorit, nem lesz könnyű dolga az utolsó 400-hoz érve. Occasio Cortez mögötte ott van még mindig Light Blue Sky, Levendula, Simply the Best, illetve Impossible Star. Egis Choice is középen elindul, a vártnál sokkal nagyobb küzdelem lehet, 200 méter a cél előtt. Indul most már Egis Choice, belül pedig ott van Occasio Cortez, illetve Light Blue Sky, de Egis Choice a végén el fogja dönteni ezt a versenyt, jön, lát és győz. Egis Choice Georgievvel megnyeri a Bacaner díjat, Egis Choice a nyerő, Egis Choice, Occasio Cortez, Light Blue Sky. Elindult a Honvédelmi Minisztérium díja, a nap leghosszabb távú síkversenyét izgulhatjuk majd végig. Nagyon jól sikerült az indítás, minden ló hamar lábra tudott kapni, és közülük Copa del Mundo az, aki az ére vág, Draco társaságában. Aztán ott láthatjuk Avoiding Water-t, bent a falhoz közel Infuse színei tűnnek föl, aztán pedig Calabrese a következő lovunk, majd pedig Charlie Firpo az, aki követi őket. Az élen egészen jó tempót látszik diktálni Copa del Mundo. Copa del Mundo tehát meghúzza a mezőnyt itt a tribün egyenesben, szólhat nekik az üdvözlés, a bíztatás, hiszen még egy kört kell megtegyenek a résztvevők. Avoiding Water
a második pozícióban van, visszament harmadiknak Dráka, és gyakorlatilag szinte libasort alkott a mezőny, egyedül Calabrese az egy kicsit kikandikálott Infuse mellett, ami pedig Charlie Firpót illeti, azért dolgozza le a hátrányát, ő nagyon nehezen kapott lábra, akkor, amikor a kanyarban jár a mezőny, nagyjából a kanyar közepén semmi változás nincsen, a tavaly Saint-Léger nyerő Copa del Mundo vezetni tud, Copa del Mundo húzza a mezőnyt, mögötte ott van a legnagyobb ellenfelének vélt Avoiding Water, akit szépen lassan Kolumbános elkezd felfele hozni, megpróbál az élen galoppozóló mellé érkezni, Draco jelenleg a harmadik, aztán pedig Infuse, Calabrese és Charlie Firpo egyszerűen nem tud igazán csatlakozni, találni akkor, amikor az ügető átjáróhoz érnek. Nagyon-nagyon komoly tempót, mert helyből a két favorit, meglátjuk, hogy bírják-e majd végig. Egyre ott vannak fej-fej mellett, viszont egyre közelebb hozzájuk az üldözők, és Copa del Mundo mellett most már elment Avoiding Water. Copa del Mundo most egy kicsit fáradtnak tűnik, tehát volt már holdpontja hasonló versenyben, és akkor még vissza tudott jönni a frontban. Most talán nem ez a helyzet, mert hogy menet közben Envius is elmegy mellette, és zárkózóban Calabrese is a frontban, az vezető helyen, a 800-as tárbát elhagyva Avoiding Water és Kolumbánőrs 3-4-5 hosszal is most már vezet a többiekkel szemben, teljesen szétzilálódik a társaság. Envius a második, Calabrese a harmadik, Copa del Mundo momentán a negyedik pozícióban, Charlie Firpo igyekszik hozzá csatlakozást találni. Nagyon-nagyon szétesik a mezőn tovább, és igencsak komoly a tempó, és már csak jó 500 méter van hátra az idei honvédelmi minisztérium díjából. Avoiding Water az élen mögötte, most már Envius is lovagolni kell, Calabrese nyitná meg a hosszú harráját, de nem lehet benne annyi, hogy Avoiding Water utolérje, ha csak valami nem történik. Igaz, hogy mi mindig hátra van 300 méter, Kolumbánőrs és Avoiding Water galoppozik a győzelem felé, Calabrese próbálja támadni, közelíteni, de már csak 150 méterre van hátra, Avoiding Water az 5 éves herét Kolumbánőrssel megnyerheti az idei 2800 méteres nagydíjat, Avoiding Water hossza közönével győz a honvédelmi minisztérium díjában, Avoiding Water a nyerő, mögötte Calabrese jön be a második helyre, a harmadik Envius lesz majd a végén, mert óriási küzdelem után visszajön Copa del Mundo, de talán csak szorongatni tudja. Charlie Firpo lesz majd az ötödik. És ebben a pillanatban elindult a Herendi Porcelán Manufaktúra ZRT díja, a mezőhegyesi díj, a táv tehát 2000 méter, nagyon jól robbant ki az egész mezőny, ott bent a falon Fearless Futures igyekszik tartani a falat, a jó pozíciót, rögtön ére galoppozik méghozzá nagyon nagy lendülettel, mögötte pedig ott láthatjuk Down Undert versenyezni, majd pedig a jó esélyű Krix Krax, Samurai Eagle a következő lovunk, aztán Sword of Lucky még a mezőny első felében, úgymond jelen pillanatban, aztán Rubicon is próbál fölfele jönni, hát rettenetesen meghúzta az egész mezőnyt Future Furless, vezet nagyon-nagyon nagy tempóban, mögötte pedig aki üldözi az Down Under, és hát el is szakadtak a mezőnytől, ez elmondható, hiszen Krix Kraxék már egy olyan jó 10 méteres hátrányból követik a vezető kettőst, ez persze nem jelent semmit, könnyen lehet majd, hogy elfogy az előnyük. Minden esetre Fearless Futures nem látszik lankadni, bár Down Under kijön ide támadó pozícióba, és könnyen lehet, hogy az a zsokké szándéka, hogy meginduljon kívülről, kívül jön Rubicon is, Sword of Lucky úgy szintén, illetőleg egyre közelebb Krix Krax. Ja, most már a verseny második fele, a favorit az élen van, Fearless Future előnye nagyjából 3-4-5 hosszas is lehet, Down Underrel szemben, Krix Krax ott van a harmadik pozícióban, Rubicon, Sword of Lucky próbálkoznak a támadással, Vendibászt nagyon-nagyon szétesik a mezőny, Kent Beattyt is többek között, igen, csak hátul hasonló típusú verseny, mint fél órával ezelőtt, azaz, hogy helyből nagy az iram, és egyre teljesen szétszakad a mezőny, de még mindig 400 méter hátra van, kitart-e a favorit Fearless Future előnye a célig, egyelőre még mindig 5 hosszal előjel, Rubiconnak azért egész komoly a lendülete, Rubicon ifja Fejes Lajossal elindul, és még van hátra 300 méterre, Rubicon nagyon-nagyon jön, Fearless Future pedig kezd fáradni, a távoszlophoz érve, Fearless Future vagy Rubicon, Rubicon most már elől van, Rubicon az utolsó 100 méterre megnyerheti a versenyt, Fearless Future egyelőre a második, elindul a háttérben Sword of Lucky és Wendy Mast, de Rubicon fogja megnyerni a Herendi Porcelán Manufaktúra díját, a mezőegyesi díjat, Rubicon első sikere idén, Fearless Future lesz majd a második, Sword of Lucky a harmadik.
És tart, elindult tehát a Szerencsejáték ZRT 100. magyar derbi. Kézzük, hogy milyen lesz majd a tempó. Egyelőre azért 4-5-en nagyon-nagyon mennek. Spartan Devil jól kezd, régi csibész jól kezd, mellette Touchdown Passine is feltűnnek méghozzá nagyon-nagyon közel. Aztán Éjkirály érkezik bent a falon, Boy Z is emekül tartja magát, majd Maxim Golden Boy, Black Pepper is ott van, Sidin is ott van. Egyelőre nagyon-nagyon komolynak tűnik a tempó. Tehát most már az első 3-400 méter, és mindig hatalmas a pozícióharc. Régi csibész tehát vezeti, tud mögötte, ott van Touchdown Pass, illetőleg Spartan Devil, majd pedig Maxim, egy ló van nagyon-nagyon kiszakadva. Trigger, a 12-es program számú ló, neki már elszálltak az esélyei minden bizonnyal. Akkor, amikor a kanyar közepén jár a mezőny, továbbra is régi csibész vezete, mögötte pedig ott van bent a falon Spartan Devil, tehát nagyon jól helyezkedik, csak úgy, mint Maxim, illetőleg ott van rajtuk kívül Boy Z is jó helyzetben, illetőleg Prezident is próbál meg majd szépen lassan előrébb galoppozni. Nagyon-nagyon egybe van az egész mezőny. Egybe van a mezőny, régi csibész töretlenül galoppozik az élen, hozzá legközelebb pedig Spartan Devilt láthatjuk, akkor, amikor lassan érkeznek az ügető átjáróhoz. Jó, most már a verseny második fele, sőt lassan az utolsó harmada, vezet még mindig régi csibész mögött, azonban a teljes mezőny Trigger kivételével abszolút lőtávolon belül helyezkedik. Elképesztő befutóra a kilátás, nincs kérdés. Bent a falon ott van Boy Z, bent a falon ott helyezkedik Patient, ment középen Spartan Devil, Maxim is nagyon-nagyon jól tartja magát, kívülről pedig suhanó üstökös is feltűnik a frontban, Sidint is ott látom, Black Peppert is ott látom, micsoda derbi a századik, vezet régi csibész, már a kanyarhoz ér a mezőny, és 10 hosszon belül az egész mezőny, régi csibész Walter Gambarottával hozza majd a 100. magyar derbi mezőnyét a finishre, mögötte pedig nagyon közel most már Spartan Devil könnyen kézből, régi csibész, Spartan Devil, ott van Maxim, elindulni látszik most már kívülről Sidin és Black Pepper, színe is feltűnnek a frontban, és a szlovák vendég Samá Levi is ott van most már. Nagyon jó szürke kanca, régi csibész pedig Spartan Devil támadja. Régi csibész Spartan Devil, Black Pepper is feltűnik ott a falon sárga sapkában. Maxim is ott van, Sidin is ott van. Jól futnak a favoritok, 250 méter van hátra. Spartan Devil vezet, Spartan Devil, és jön Prezident Georgievvel. Spartan Devil, jön Prezident, elnök úr, jön Prezident. Micsoda hajrá, Prezident meg fogja nyerni a 100. termét. Spartan Devil a második, Maxim is jön, Sidin is jön. Prezident azonban a derbi győztes! Prezident Maxim Spartan Devil!